múzeumokba, akkor mindig beszéltünk a régiekről. Nekünk nincs tégyenivalunk, egy nem tett el szembe se. Talán irigylik is, hogy ilyen szép történelmünk van. Ha két, tulajdonképpen egyforma képességű, egyforma formában, vagy tegyünk egy olyan, hogy minden egyforma. És ha valamelyik jobban szereti, a pénz is egyforma, de ha valamelyik jobban szereti a klubját, vagy mint egy nemzetközi meccsen a hazáját, azt a pluszt lehet, hogy bele tudja vinni ebbe a játékba, mert ez hát játék, sport. És akkor ebben tud fölé kerekedni a másiknak. Volt egy tábla fönn Fradi öltözőbe. El is mondanám talán, hogy mi volt ráírva, hogy nyújtsd mindig a legtöbbet. Ne elégedj meg azzal, ami vagy, hanem törekedj azzal lenni, ami lehetnél. Szóval úgy kellene csinálni, hogy mint ott csinálták is a Ferencvárosnál mindig, hogy az egyik edző ráépíti a munkáját a másik edzőjére. Hát itt is úgy, mint akár mindenhol a történetben vagy a munkában a jót meg kell hagyni, és a rosszat el kell felejteni. És akkor hozzátenni azt, amit még én magamat gondolom, hogy jobbat tudok. És akkor kiteljesedik egy valami szép és valami jó. De az, hogy mikor belépek a öltözőbe és eltörülöm minden, ami előtte volt, én azt nem tartom szerencsésnek. Jó, de Mizsika megint nem jöttél ki. Itt a videóton ellen nem fog kijönni az élet-halál izé, hogy nem jössz ki egyszer se. A gyereki már! A gyereki! Tudod, hogy fognak izéni, szólni? Mert szólnak, szóljál te meg! Jó, másik oldalról a izé. Jancsika, híveld be! Nem oda! Hát oda a 11-es pontra! 11-es és az 5-ös közé! Tehát oda megyünk az egész. 47-be kerültem a Ferencváros, mint kölyök játékos, és hamar bekerültem a ifjegybe, a kölyökben nem is igen játszottam 2-3 meccset. Bekerültem a tifibe, 48-ban, 49-ben, 49-ben már standard játékos voltam, bajnokságot is nyertünk. 50-ben bekerültem a nagy csapatba, és 66-ban. Kerültem. Szóval 16 évet játszottam zsinórba, minden szintű válogatottban játszottam, olimpiai bajnok voltam, olimpiai harmadik helyre kaptam kitüntetést, országházba kétszer, most legutóbb 85-ben a mesteredzőit. Hát én úgy érzem, hogy egy nagyon szép pályafutást futottam, de szerencsém is volt. Eredményes is volt. Na most többször elmentem volna én is a Ferencvárosból. Hívtak. Egyedül volt, mikor csak én voltam magyar válogatott a csapatból, Kis Péter, meg ez. Hát itt még olyan is volt, hogy a játékosok vettek nekem ajándékot, mert én semmiképpen se akartam elmenni a Ferencvárosra. Én benn voltam a Farkas Mihálynál, és mondta, hogy a Honvédnál szükség van rám. Menjek át. Többször lettek válogatott. Sok előnyöm lett volna, de én nem tartottam volna tisztességesnek, hogy akkor eljövök, mikor érem, úgy értem, hogy szükség volt. 66-ban abba hagytam, és a ifi 3-nak lettem a vezetője. Minden szintet bejártam, ifi 3, ifi 2, ifi 1, akkor vezetőedző az ifibe, akkor voltam segédedző a Kalosai Géta bácsinál, voltam a tartalékcsapatnak az edzője, és 73-ban az első csapat edzője lettem, Csanádi Feri után, aki meghalt már, és 78-ig voltam az első csapatnak az edzője. Még ebben szeretném megkoronázni az egészet, hogy most, mikor a Ferencváros ilyen rossz periódusban van, ez egy nagyon megtiszteltetés is. Szeretném ebből kiemelni. 1972-ben kerültem ide a Ferencvároshoz, az akkori Kinizsihez, és bizony én is, mint annyi más labdarúgó társam, jelenleg is barátom, ki kellett, hogy járjuk a labdarúgó iskola valamennyi osztályát. Tehát én is elkezdtem az akkori kölyök, ma serdülő csapatba, és hát bizony az osztályokat betartva jutottam el az IT1-hez, az ifjúsági válogatotthoz, onnan a tartalékcsapatba kerültem, első csapatba, és úgy az olimpiai csapat nagy válogatott, és így tovább, és így tovább. A Ferencváros időszakában
voltam kétszer olimpián, kétszer nyertünk olimpiai bajnokságot. Rómában is voltam, de ott még Szombathely játékosaként. Négyszer nyertünk bajnokságot, azóta edzőként kétszer, egyszer segédedzőként, egyszer pedig az én időm szakomban, amikor 81-ben bajnokságot nyert a csapat, többször voltunk másodikak. VVK-t nyertünk 1965-ben, amit hát eddig egyedül csak a Ferencvárosnak sikerült magyar csapatok közül. És hát talán egyik korona, ami hát egy labdarúgónak lehet, 68-ban tagja voltam Brazíliában játszó világválogatottnak. 67-ben itt lettem válogatott, bajnokcsapat tagja lettem. 1968-ban kikerültem a mexikói olimpiára, ahol aranyérmet nyert a magyar csapat. Az olimpia legjobb játékosa címet kaptam. Ugyanakkor még egy megtiszteltetésért, hogy meghívtak bennünket a világválogatottba, négyünket, az Albert Folt, a Novák Dezsőt, a Farkas Jancsit és jómagamat, ami hát tulajdonképpen a pályafutásom lehet mondani csúcspontját jelentette. Amit elértem labdarúgóként, most az edzőséget én külön választom, azt egyértelműen a Ferencvárosnak köszönhetem, hisz én úgy érzem, hogy ez a csapat volt, van és lesz a magyar labdarúgásnak az egyik meghatározója. Mert a Ferencváros nélkül, a jó Ferencváros nélkül, jó csapat nélkül, azt hiszem egy kicsit félkarú óriás ez a labdarúgásunk. És én olyan időszakban játszottam ebbe Ferencvárosba, ahol nem az én megítélésem, hanem a drukkerok és a vezetők megítélése, hogy egy elég jó csapat volt. Én, nekem az volt a célom és az volt az egész elképzelésem, hogy ha valamit csinálok, akkor azt olyan értelemben próbáljam jól csinálni, hogy abból nekem is, a csapattársaimnak, ezáltal a csapatnak és a klubunknak is haszna legyen. Na most ez nem kimondom csak Ferencváros szív, mert azt hiszem, hogy minden nagy képviség nélkül merem azt mondani, hogy bármelyik csapatban futballoztam, tulajdonképpen a legmaximálisabb teljesítményt próbáltam nyújtani, pontosan ezért, mert egy rakkoló típusú játékos voltam, ami a közönségnek nagyon hát szimpatikus dolog volt, mert változatlanul lehet, mondom azt, hogy lehet rosszul játszani. És én is tudom, hogy nagyon sokszor nagyon rosszul játszottam, de azt soha egyetlen egyszer nem mondták rám, hogy nem hajtottam és nem brusztoltam azért, hogy jó eredmény legyen. Ez a Ferencváros elindított egy olyan úton, és sok mindenre megtanított küzdeni, szenvedni olyankor, amikor hát talán lépés hátrányban vagyunk, mert ilyen is volt. Nagyon sokszor, hát nem mi voltunk az a csapat, akit támogattak. És át kellett segíteni magunkat azon a nehézségen, hogy talán a játékunkkal, a hozzáállásunkkal, és nem utolsó sorban a közönségünkkel áttéptük magunkat az akadályokon, és amit elértünk, az azt hiszem egy jó kollektív szellemi csapatnak, és egy olyan játékos állománynak, ami abban az időszakban összeállt, köszönhettük. Pontosan ez volt az óriási nagy dolog a Ferencvárosnak, hogy lehetett nagyon sok rossz, lehetett nagyon sok kellemetlenség, azért mindig abban bízott a vezetőség, meg az a kis kollektíva, hogy kimentünk a pályára, és tényleg csak azért, hogy Ferencváros is elkezdtünk busztolni és harcolni a zöld-fehér színekért. A régebbi játékosoktól mindig hallottuk azt, hogy az egységben az erő, és ez a Ferencvárosra jellemző volt. Én úgy gondolom, hogy ezt mi átvettük, és bennünk él tovább az, hogy mindegy, hogy milyen körülmények között ez egy csapat, ez egy család, és ennek a jóba rosszba együtt kell lenni, és össze kell tartani. Aznak ellenére, hogy tényleg nagyon sok Európa klasszis, sőt világklasszis játékos játszott a Ferencvárosba, a nagyon nagy erőt mégis az igazi kollektív szellem adta. Ez a csapat nem ismert legyőzhetetlen ellenfelet, nem hunyászkodott meg még a nagy nevektől sem, tehát egyértelműen megpróbálta azt játszani, amit a közönség elvárt tőle, és hogyha ehhez még egy kicsi pluszt is tudott adni, hát gondolok itt a magában a játékban, tehát ötletességet, eredményességet, úgy szemre való tetszetős játékot is, akkor közönség, biztos vagyok benne, hogy 100%-ig elégedett volt a csapat játékával. Ha ez a csapat és ez a társaság így együtt maradt volna, és úgy játszik, ahogy kell, akkor én bátran kimerem jelenteni, hogy Európa bármelyik